érdeklődni szeretnék, hogy megvan-e még az a siófoki ingatlan. A balatoni ingatlanpiacon jellemzően március körül indul be a pezsgés, idén a járványhelyzet miatt viszont nagy volt a csend. Az otthoni karanténban sokan megfogalmazták magukban, egy balatoni nyaraló pont jól jöhet ilyen helyzetekre. Májust már rekordhónapként zárták az OTP Ingatlanpont siófoki irodájában. Az érdeklődőink vagy a vevőink úgy érkeztek meg a válság után vagy a vírus után, hogy biztos itt megállt a piac, kevesebb volt az eladás, kevesebb az érdeklődés, és biztos az árak is csökkentek a Balatonparton, de ez nem következett be. Tehát ez csak egy pillanatnyi szünet volt a piacon, és egyes beruházók még árat is emeltek, pedig mindenki arra készült, hogy biztos itt most árcsökkenés lesz, de nem következett be. Fogynak a még beépíthető területek, akár egy nagy projektről beszélünk, vagy magánnyaralóról. Hát egy üres telek az 80-100 000 forintos négyzetméter áron talál gazdára, ha megjön rá a vevő. Tehát itt most a környékünkön mondjuk egy 2000 négyzetméteres vízparti telek, ahol a közművek rendelkezésre állnak, az közel 200 millió forint. Ez még nem a ház, talán még be sincs kerítve, de ez egy közvetlen vízpartról beszélgetünk. Most egy új építési projekten 7-8 000 forinttól indulnak a négyzetméter árak, ezek bruttó árakról beszélgetünk, és ami nagyon jó pozíciójú és nagyon jó helyen lévő projekt, ott könnyen van, hogy 1 millió fölötti négyzetméter árakról beszélünk, vagy még annál magasabbak. Egy használt nyaraló pedig 50 millió alatt szinte nincs is semmi olyan magánnyaraló vagy lakóház, amit meg tudnánk venni, tehát az is 50 és 100 millió közötti áron mocorog. A nyaralók árát elsősorban az elhelyezkedés befolyásolja. Milyen messze van a vízparttól, milyen a környékbeli infrastruktúra, autópályán jól megközelíthető-e, és mennyire van távol a fővárostól. Péter, az önlakással fáradjon be. Mindenek felett alattunk a part, a fák, és gyönyörű képet kapunk a Balatonról. Az ingatlanvásárlást ma már digitális megoldások teszik egyszerűbbé. Interneten előzetesen szűkíthetjük a kiválasztott ingatlanokat akár videók vagy 360 fokos képek alapján, az OTP Ingatlanpontnál elérhető kapcsolati pont pedig azt is lehetővé teszi, hogy távolról bonyolítsuk az adminisztrációs folyamatokat, mint amilyen a vételi ajánlat. A kapcsolati ponton keresztül a Péter a bemutatott lakásra egy vételi ajánlatot tud adni, tehát kap egy jelszót, és ezzel a jelszóval belépve a rendszerbe a vételi ajánlatát elindítja, tehát nem kell többet találkozunk, nincs papír, tehát ez teljesen digitális elemekkel dolgozunk, és a vételi ajánlatot látja a beruházó, mi is rögtön látjuk, és el tudjuk fogadni, vissza tudjuk igazolni. A másik nagy előnye a rendszerünknek, hogy amennyiben ön hitelt kíván igénybe venni, itt meg tudunk jelölni egy hitelközvetítőt, és ez a hitelközvetítő közvetlenül megkapja a Péter elérhetőségét, e-mail címet, telefonszámot, fölveszi a kapcsolatot, és úgy megyünk bele adásvételi szerződésbe, hogy ön már tudja, hogy ennyi az önerő, a többi pedig hitellel, tehát a vétel többi része pedig hitellel kerül törlesztésre. Az idei évben a vásárlói igényeknél jelentős változás érzékelhető. Eddig az újépítésű ingatlanok voltak igazán népszerűek, amelyek jellemzően nagyobb társasházakban találhatók, és nem igényelnek külön kertgondozást, fenntartásuk egyszerűbb. De most a legtöbben inkább elszeparálódnának, a különálló nyaralókat keresik. Épp hogy túl vagyunk a válságon, vagy a vírus helyzeten, és mindig minden változik, és azt vettük észre, hogy a home office-ba, vagy a távmunkába, vagy hogy a magávazártság mellett, vagy után az érdeklődés a vevőinknél a magánnyaralók, vagy a magánházak irányába indult el a Balatonparton. Most egy olyan ingatlan előtt állunk, ami nagyon közel van, mondjuk 50 méterre Balatontól, pont ami az előnye volt a társasházi vízparti lakásoknak, hogy fenn kell tartani egy nyaralót, az most már itt nem szempont, csak külön legyek, tehát önálló nyaralóra vágyom, ahova félrevonulok. Felértékelődött a Balaton háttértelepülése is, ami azt jelenti, hogy a Balatontól vagy az autópályától egy rövid elérhető távolságon belül, 5-10 km a Balatontól lakóházat vásárolnak, és jellemzően fiatalok, akik távmunkába tudnak dolgozni, autópályával a budapesti távolság 1 órán belül elérhető, és jelentősen kedvezőbb áron tud megvenni egy vidéki házat, vagy egy használt nyaralót, mint egy padonhámás újépítésű lakást. Kereslet tehát abszolút van a balatoni nyaralók iránt, de vajon érdemes-e kivárni a vásárlással, hát ha később kedvezőbben alakulnak az árak? Van egy olyan sejtésünk, hogy nem fognak csökkenni az árak, tehát most azt mondjuk, hogy helyreállt a piac, és az érdeklődések száma újra a régi, és nem lett semmi olcsóbb, tehát akár az új termék előállítása, vagy az építőipari költségek drasztikusan nem csökkentek, és semmi nem lett olcsóbb. A használt ingatlanok piacán pedig az történt, hogy az új építési ára folyamatos emelkedése, még ha lassabb ütembe is, ez felhúzta a használt piaci ingatlanoknak az árát. Vásároljunk minél előbb, és ne halasszuk a vásárlás sokáig!